esti témánk a garat és gége biológiai programjai, felismerés, megelőzés, gyógyítás a gyermekgyógytudomány ismeretével. Ez a téma egy nagyon átfogó hangokról szóló előadás lesz, ugyanis a gége, a hangszál is szerepet fog kapni, de a falatok lenyelésére is nagyon fontos szerepet játszik, például a garat. Miközben ezt a kezdőképet néztem, arra asszociáltam, hogy ezek nem is labdák, hanem fagyi gombócok, és hogyan lehetne ennyi vanília fagyi gombócot lenyelni, ahhoz viszont nagy szükségünk van a gégénkre és a garatunkra, hiszen sokszor előfordult velünk már, hogy félrenyeltünk, erről is fogunk némi információt kapni, hogy milyen programok, milyen helyzetek jelennek meg ilyenkor. Engem teljesen elvarázsolt az a folyamat, amit egy animációban be fogunk mutatni, hogy hogyan történik például a nyelés, hogyan történik a hangképzés, és rengeteg érdekességet tudunk meg, hogy mitől betegszünk meg, hogyan tudjuk ezt megelőzni, és hogyan tudunk meggyógyulni. Mindezt a germánygyógytudomány ismeretével. De mi az, hogy germánygyógytudomány? Ki fedezte fel, melyek az alappillérei, hogyan működik, egyáltalán hogyan illeszthető be ez az átlag hétköznapokat élő emberek életébe. Erről fogunk ma egy fantasztikus előadást hallani dr. Budai László Károlytól, aki orvos, természetgyógyász és germánygyógytudomány terapeuta, 28 évi orvosi praktizálás tapasztalatával és tudásával fogja önöknek elmondani, hogy mitől betegszik meg a gégénk és a garatunk, és hogy hogyan gyógyulhatunk meg. Fogadják őt nagy szeretettel. Szép estét kívánok én is mindenkinek, Kárpát-medencén belül és azon túl is, mert szép számmal vagyunk ismét jelen ezen a webkonferencián. És hát azért kell a garatot és a gégét együtt tárgyalni, mert hát ezek szomszédok. És a működésük is összekötött. Tehát, hogy ahhoz, hogy a garatban lecsúszó falat ne menjen be a légutakba, ettől egy nagyon komoly összhangnak, működésnek kell megtörténnie, és ahhoz, hogy megértsük, hogy valóban a garat és a gége betegségei miből fakadnak, és ha tudom, hogy miből fakadnak, akkor meg tudom előzni, illetve tudom is gyógyítani. És ezért le a lényege a mai előadásnak nem csak a tünetek felismerése, hanem ha tudom a tüneteket és tudom az okokat, akkor meg is tudom előzni, és a gyógyítással kapcsolatban is megfelelő lépéseket tudunk tenni. A germán gyógytudománynak az atya dr. Rike Gerdhammer sajnos 2 éve már nincs közöttünk. Ő egy fantasztikus orvos, teológus és fizikus volt, egy feltaláló orvos, aki a találmányai után a jogdíjakból már tudta biztosítani családjának a megélhetését, 4 gyerekük volt, felesége is orvos volt. És a lényeg az, hogy egy családi tragédia vezette őt el arra, hogy felismerje azt az 5 biológiai természettörvényt, ami teljesen logikus magyarázatot ad arra, hogy hogyan működünk. Ahogy azt Hammer doktor írta, a germán gyógytudomány azoknak szól, akiknek tiszta szívük van és józan eszük. Mert ide semmi más nem kell, csak józan ész, hogy felfogjuk, hogy ezek a biológiai törvények, ezek valójában így működnek, és nem csak emberre, hanem állatra, sőt növényekre is beigazolódott, hogy így működik. Sajnos egy szomorú aktualitása is van ennek a ma esti webkonferenciának, hiszen persze pontosan ma 2 éve halt meg Hammer doktor, és ezúttal is szeretnénk hálánkat és tiszteletünket kifejezni számára. Én hiszem azt, hogy nem szűnt meg, nem vált semmivé sem ő, sem a munkássága, és azt hiszem, hogy ezek a webkonferenciák is azt célozzák meg, hogy a munkásságát folytassuk, és élővé, hétköznapi emberek számára is érthetővé tegyük, és egyre több ember ismerje meg a gyógyulásának kulcsát. Nagyon köszönöm, Réka, a megjegyzésed, mert ez valóban így van. És én azt érzem, amióta fizikai szinten Hammer doktor nincs közöttünk, hogy azért egyéb szinten itt van, segít, súg,
és olyan gondolatok és olyan összefüggések meglátása tárul elém, amitől én is elcsodálkozom. Természetesen forrásként rendelkezésemre áll Hammer doktor munkásságának majd 98%-a, és természetes az is, hogy mindig abból indulok ki, hogy Hammer doktor mit írt le, illetve abból, hogy mit tanultunk az egyetemen orvosként, mert azt, amit az egyetemeken tanítottak, azt nem kell kidobni, mint a fürdővízzel a kisbabát, hanem azokból a tudásokból, anyagokból, mindaz, ami érthető és beilleszthető, azt igenis be kell tenni, mert az a célom, hogy az akadémikus orvoslással bíró orvosok is megismerjék a germán gyógytudományt, és ők is lássák azokat a logikus összefüggéseket, amelyek kapcsán a munkájuk sokkal örömtelibb lesz, a betegek is gyógyulni fognak, és sokkal komolyabb előrelépéseket fogunk tenni ezek ismeretében a megelőzésben is. Mert ugye a legfontosabb az lenne, ha meg se betegednénk. Ehhez viszont tudnunk kell azt, hogy hogyan működünk. Az első biológiai természettörvényben Hammer doktor feltárja azt, hogy mi az, ami elindít bennünk egy értelmes biológiai különprogramot. Rögtön itt a képnek a jobb alsó sarkában ez az EBK, azt jelenti, hogy értelmes biológiai különprogram. A minden, ami a természetben folyik, az nem jó vagy rossz, az tökéletes. Minden értelmes biológiai különprogramok szerint működik, hisz minden élőlénynek a célja a túlélés és a faj fenntartása. Nos, az a lényeg, hogyha ezt megértjük, hogy minden, ami él, az élni akar és fent akarja tartani a fajt, már pedig ezt egy 10 éves gyerek is megérti, akkor már tudhatjuk, hogy nincsenek, nem létezhetnek rosszindulatú, ismeretlen vagy gyógyíthatatlan betegségek. Az első biológiai természettörvényt Hammer doktor akkor a rák vastörvényének nevezte el, hiszen rájött arra, hogy mitől lett neki heredaganata a 19 éves fia frekvenciaváltása, vagyis halála után. Elvesztette a fiát, és heredaganatot alakított ki a szervezete, és Hammer doktor több mint 200 daganatos beteg kikérdezése után merte csak ezt a rák vastörvényét közzétenni. Ez tartalmazza a DHS kritériumait. A DHS Dirk-Hammer-szindrómát jelent, vagyis fiáról, Dirk-Hammerről, a 19 éves fiúról nevezte el azokat a körülményeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy bennünk elinduljon egy értelmes biológiai különprogram. Ezek a feltételek a következőek. Minden nagyon súlyos, hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen érkező érzelmi megrázkódtatás indít el bennünk egy biológiai választ, ha magányosan éljük át, és benne ragadunk a konfliktusba. Ebből rögtön következik, hogy nem vagyunk áldozatai a konfliktusoknak. Mindenkit fog érni holnap is váratlan, meglepetésszerű érzelmi esemény. Ezzel ellen nem tudunk tenni. De az, hogy meddig maradok bent a konfliktusba, és mennyire magányosan élem ezt meg, vagyis nem osztom meg a fájdalmam senkivel sem, na ez már csak tőlünk függ. És ha ez a két kritérium nem teljesül, a magányosan átkelt és benne ragadok a konfliktusba, akkor meg se betegszem. Más szóval, ha betartanánk azt az egyetlen egy parancsot, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, vagyis ma is minden kellemetlen élményünket lezárnánk békével, megbocsátással, empátiával, stb. Stb. Tehát érzelmileg zárnánk le azt, ami érzelmileg érintett minket, akkor meg se betegednénk. Ha ez nem történik meg, akkor a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindít egy szervi elváltozást. Ez egy fantasztikus felismerése Hammer doktornak, mert eddig azt gondoltuk, hogy a betegségek azért indulnak el, mert a biológiánk nem tökéletes. Kérem szépen, a biológiai rendszerünk tökéletesen van összeszerkesztve és megalkotva. Csak mi nem kaptuk meg hozzá a használati utasítást, hogy hogyan éljünk úgy, hogy meg se betegedjünk. Tehát a lelki megrázkódtatás, egy magasabb szintű rezgés,
Az agy közvetítéssel fog biológiai választ elindítani, és ne feledjük, hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak azok a bizonyos sinek, vagyis rögzülnek azok a körülmények, amelyek között mi ezeket a dolgokat megéltük. És pontosan ezért lényeges lezárni békével a napjainkat, mert ha ez nem történik meg, akkor a sinek fognak gondoskodni arról, hogy kialakuljanak a krónikus betegségek. A következő fólia csak arra akar utalni, hogy minden, de minden a mi megélésünktől függ. Soha nem az számít, hogy mi történt. Azt mindenki el tudja mondani, rengeteg szemtanú el tudja mondani, hogy egy baleset hogyan történt, vagy ki ment bele a másikba. De azt, hogy a volán mellett ülő ember mit élt át abban a pillanatban, amikor megtörtént a csattanás, azt csak ő tudja elmondani. Már is szólnék, hogy a germán gyógytudomány tárgykörébe nem tartoznak bele a balesetek, a hiányos táplálkozás, a mérgezések és a sugárzások okozta, hát megbetegedések. Illetve talán még ki lehet egészíteni ezt a listát azokkal a műhibákkal is, amelyek hát, művi úton keletkeznek, tehát biológiába beavatkozás során keletkezik a testben, tehát ezekkel is komolyan számolnunk kell, sajnos ezek az esetek is nagyon gyakran előfordulnak. Ez pontosan így van, tehát mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Maga a baleset tehát nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe, viszont a baleset következtében kialakult poszttraumás stressz, az, hogy én ezt hogy éltem meg, és milyen következtetéseket vontam le magamnak ebből, az viszont már elindít bennünk egy értelmes biológiai különprogramot. Ebből is látszik az, hogy hiába ismerem valakinek a történetét, tudom, mi történt vele, az ő megélését nem biztos, hogy ismerem, nem biztos, hogy tisztában vagyok azzal, hogy milyen megélései voltak közben. Tehát bármilyen jó szándékon van, segítés céljával szeretnék valakinek a problémájára megoldást találni, ez nélkül nem működik. Pontosan ezért a weblapnak a fő üzenete az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Tehát az első biológiai természettörvényből látszott az, hogy minden úgynevezett betegséget egy bizonyos érzelmi megrázkódtatás indít el a DHS-5 kritériumával egyben, és ekkor rögzülnek a sinek. Hogyan zajlanak le az úgynevezett betegségeink? Palmer doktor folytatta a kutatást, és röviddel ezután a második biológiai természettörvényt is felismerte, hiszen ő többek között belgyógyász is volt, és nagyon jól ismerte a tünettant ebből adódólag is. És észrevette azt, hogy a betegségek során az embereknek vannak hideg és meleg tünetei. Nos, látjuk itt is a kék és piros szint ezen az ábrán, amit Hameri iránytűnek nevezünk. A vízszintes tengely az az időtengelyt jelöli, és láthatjuk az első függőleges tengelyen a DHS-t feltüntetve, vagyis itt megtörtént az a váratlan meglepetésszerű történet, amiben benne ragadtam. Na jön a kérdés, hogy meddig? Egy napig? Egy hétig? Egy hónapig? Egy évig? 10 évig? Mert addig fog tartani a konfliktus aktív szakasz, ami a második függőleges vonalnál ér véget, ha megoldjuk a konfliktust. Hogyan tudom beazonosítani, hogy most konfliktus aktív szakaszban vagyok? Vannak ennek valamilyen specifikus tünetei? Hát azon kívül, hogy hideg a kezem, hideg a lábam, ugye a kék szín ezt jelzi, ezen kívül az emberek úgy szokták egyszerűen megfogalmazni, hogy stresszes az életem. Mert ugye ezt el tudjuk képzelni, hogy nem egyetlen stressz az, amit az ember naponta benyel. Sokféle dolog történik úgy, ahogy én azt nem szeretném, vagy ahogy azt én nem úgy képzeltem el. És minden ilyen történet az életünkben egy feszültséget okoz, és ennek meg lesz az a fizikai szintű tünete, hogy ketyeg a szívem, emelkedik a vérnyomásom, fokozódik a légzésszámom, a hideg a kezem, hideg a lábam, és az, aki ideges, feszült, annak nincs étvágya, nem fog enni, lefogy, és ez ilyen ember nem tud nyugodtan aludni sem, ha elalszik, felébred,
állandóan az agya azon zakatol, azon a megoldatlan problémán, amit a DHS pillanatában megél. Mi történik, amikor ezen a fázison túl vagyunk? Akkor egyszerűen az történik, hogy mindaz, amit a biológiánk itt a konfliktus aktív szakaszban elkövetett a túlélésünk érdekében, mert ugye már a konfliktus aktív szakaszban arra, amit én nem tudtam érzelmileg megoldani, kaptam egy biológiai segítséget, nos ez a történet fog a megoldás követő szakaszban helyreállni, mindjárt részletezzük, hogy miről van szó. De egy tünetekről, ha beszélünk, akkor ugye a megoldást követően, a KMA konfliktus megoldását jelenti, fogjuk magunkat betegnek érezni, mert jelentkezik rögtön a gyulladásnak mindenféle tünete, amint azt mindig elmondom, a rubor, tumor, kalor, dolor funkcióreza, vagyis a gyulladásnak a tünetei, hogy piros, hogy meleg, hogy duzzad, hogy fáj, és hogy nem működik rendesen. Ezt exudatív fázisnak nevezzük, mivel víz gyülemlik be az adott helyre, gondoljunk a GGLD-mára, és ez a víz nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is be fog gyűlni, hiszen minden lélek, agy, szerv szinten zajlik le a megoldást illetően is. Következik ezzel a kék színnel jelzett szakasz, az epileptoid krízis, aminek az a biológiai értelme, hogy először is az agyi központot kell helyrehozni, vagyis az folyadék kipréselődik az agyi központból, és kipréselődik utána szervi szinten is, tehát több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk. És természetes, hogy ez alatt, az epileptoid krízis alatt fogjuk átélni a legsúlyosabb tüneteket, természetesen, hogy biológiai programonként változóan. Ezután jön még egy mélyzuhanás, még egyszer egy meleg fázis, a hegesedési fázis, amikor is azok a szövetek, amelyek az exudatív fázisban elkezdtek gyógyulni, azok itt véglegesen megerősödnek, és ha extrém fáradtságot érez valaki, akkor ne igyon meg még 3 kávét, és 2 Red Bullt, hanem hagyja pihenni a szervezetét, mert arra van szüksége. Amikor ennek a fázisnak vége van, akkor viszont, amit látjuk, minden folytatódik úgy, mint az előtt. Természetesen a biológiai programnak az erőssége, vagyis a tüneteknek az erőssége, az attól függ, hogy mennyire súlyos volt maga az a megrázó élmény, és mennyi ideig ültünk a konfliktusba. Ezeket az összefüggéseket a GG-nél nagyon szemléletesen fogjuk látni. Hammer doktor rámutatott arra, hogy a krónikus betegségeinknek az az oka, ha meg se oldjuk a konfliktust, vagy ha nem oldjuk föl érzelmileg, akkor előfordul, hogy policiklikusan ismétlődik, vagy elakad a gyógyulásunk, és ezt függő gyógyulásnak nevezzük. A policiklikus ismétlés annyit jelent, amit látjuk itt, hogy mindig kifut a program, de mivel érzelmileg nincs megoldva, ezért a sinek gondoskodnak róla, hogy újra, meg újra, meg újra ezt végigfuttassuk. Ilyenkor a sinek, mondjam azt, hogy hál' Istennek, ritkábban jelentkeznek. Viszont ha túl gyakran jelentkeznek a sinek, és itt ezek a kék szakaszok azt mutatják, hogy rövid időre, de mondjuk naponta vagy 2 naponta sinre kerül valaki, akkor nem tud kifutni a megoldási szakasz, és megmaradnak a gyulladásos tünetek az állandó fájdalommal és minden kellemetlenségével együtt. Erre a fóliára is majd még visszatérek, külön a GG kapcsán. Igazi megdöbbenés számomra ez a fólia volt, amikor ezt először láttam, mert itt teljesen logikus összefüggéseket láthatunk a kialakult szerveink eredete és irányítása között. Minden szervünk, minden szövetünk a 3 csíralemezből alakul ki. Itt látjuk keresztmetszeti képen a megtermékenyített petesejt egy 8-10 nap után beágyazódik az anyamébe, már akkor szedercsíra állapotban van, de előtte létrejön a 3 csíralemez, amit Hammer doktor 3 színnel, a sárgával, a narancssal és a pirossal ábrázolt. Látjuk a nyilakat, hogy milyen szervek alakulnak belőle ki, és milyen agyi központok irányítják ezeket.
Ezekben már bennük is vannak azok a konfliktusok, amelyek a biológiánkat arra késztetik a túlélés érdekében. Természetesen, hogy valamit csináljon. Ugye a túléléshez falatra van szükségünk, de nem csak kenyérrel él az ember, hanem biológiai értelemben kell a táplálék mellett víz, levegő, fény és hang is a túlélés érdekében. Ezeket a dolgokat, amit meg kell kapjunk, Hammer doktor falatoknak nevezett, falatkonfliktusnak nevezte el tehát a levegőfalat, vízfalat, táplálékfalat, fényfalat és hangfalat megszerzését célzó biológiai válaszokat. Ezt mind az agytörzs irányítja, és itt mindig először sejteket építünk, amit aztán a megoldásban, hát gyulladásos folyamatok közepette le fogunk bontani. Akit ez részletesebben érdekel, nézze meg a falat konfliktusokról szóló webkonferencia előadást. A narancssárga csíralemezből, mezoderma, tehát középső csíralemezből kialakulnak gyakorlatilag azok a szerveink, amelyek a külvilágunk és a belvilágunk között vannak. Ugye a belvilágunkat nevezhetném annak a résznek, ami a szájnyílástól a végbélnyílásig terjed, azon a csövön belül kötőszöveti sejtet nem találunk, és nem találunk kötőszöveti sejtet a bőrünkön kívül sem, mert ugye azt több rétegű elszarosodott laphán borítja. A kettő között ami van, az mind kötőszövet, mind mezoderma, de a mezodermának is van két része, a régi és az új mezoderma. A régi mezoderma sejtjeit, a kisagy, az új mezoderma sejtjeit, a nagyagynak a fehér állományában levő relég idegi központok irányítják, ebből is következik, hogy más konfliktust fog a kisagy, és másfajta konfliktust fog érzékelni a nagy agy fehér állományának idegi központja. Nos, a kisagy a védekezéssel van elfoglalva, vagyis a támadás, a vélt vagy valós támadások, bemocskoltság és gondozási konfliktusok tartoznak ide. Nyilván erről is van külön webkonferencia, ilyen címmel, hogy vélt vagy valós támadások, és a MEL biológiai programjaiban pedig a gondozási konfliktusról bőven beszélek, vagyis amikor a MEL tejtermelő mirigyhányát fogjuk felszaporítani. A fehér állománynak a központjai az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinkre fognak reagálni, és azoknak és az érzéstől függően a testünk bizonyos részében fog elindítani sorvadást, mert az önleértékelés az önpusztítást jelent. Az önleértékelés témája meghatározza, hogy melyik testrészünk lesz érintett, a nyakam, a vállam, a térdem, a derekam, vagy éppenséggel a bokám, és az, hogy milyen erősen éltem én meg az erre vonatkozó önleértékelési konfliktust, megmutatja, hogy milyen szöveteket fogok itt szétszedni. Mert ugye a csontok, az ízületek és inak, az izmokat ellátó erek, és a kötőszövet, zsírszövet tartozik a fehér állomány irányítása alatt. Természetesen a legsúlyosabb önleértékelés mindig a csontoknak a bontását indítja el, a legenyhébb önleértékelés a zsírszövet sorvadását, majd visszaépítését fogja elindítani. A piros színnel jelzett külső csiralemezből származó sejtjeinket, amint látjuk, az agykéreg irányítja, erről is lesz a mai nap szó. Az agykéreg tehát az elválasztási konfliktusokkal foglalkozik, ez a piros baba pont azt ábrázolja, hogy a külső bőrünk, amit mindenki lát, ez az elválasztási konfliktus következtében sorvadásnak indul, ha azt élem meg, hogy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elszakadni valakitől. Az elválasztási konfliktusnak természetesen egyéb megélése is vannak, például a vizuális elválasztási konfliktus már a szemünknek bizonyos részeit fogja érinteni, akit ez érdekel, megnézi a szemről szóló webkonferencia anyagot, akit meg az elválasztási konfliktusok és következményeik érdekelnek, az természetes az erről szóló webkonferenciában tájékozódhat. Bocsáss meg, hogy félbeszakítlak, a YouTube csatornán, a Dél Budai László Károly YouTube csatornán már lejátszási listákban is lehet ezeket kategorizálva megtalálni, ajánlom szíves figyelmükbe, azonos témaköröket azonos lejátszási listákba raktunk,
a csoportokba fűzve, lehet ezeket megtalálni, kérem, használják körömmel. Igen, tehát hogyha megnézzük, hogy az önleértékelési konfliktusok tárgykörében milyen előadások tartoznak, akkor ott 19 előadást fogunk találni. Van külön a falak konfliktusokról és egyebekről is szó, csak a YouTube csatornán a lejátszási listára kell rákattintani, és akkor ki lehet válogatni azt, ami minket érdekel. Az ektodermánál, vagyis a külső csiralemeznél még el kell mondjuk, hogy az agykéreg nem csak az elválasztási, hanem a birtok konfliktusokat is irányítja, és ez azt jelenti, hogy nyálkahártya sorvadás és visszaépítés bizonyos szervek, mondjam azt, hogy csöveibe, csatornáiban. A birtok konfliktusokról is természetesen külön egy webkonferencia anyagot meg lehet nézni. Nincs időnk részleteiben menően ezeket taglalni, csak azért mondok el alapvető dolgokat, hogy az, aki először van webkonferencián, is érzékelje, hogy itt valami nagyon logikus és komoly dologról van szó. Mert hogyha elültetek egy magot, abból a magból kinő a növénynek minden része. Ugyanígy a három csiralemezből kinő minden embernek minden szerve szövete. És ezeknek a sejteknek, mindegyiknek megvan a maga irányító központja. Tehát nem fognak elvándorolni sejtek egyik pontból a másikba. Nincsenek migráns sejtek a szervezetünkbe. Ezek nem tudnak elszakadni az irányító központtól és bekérezkedni egy másik irányító központ vezérlése alá. Ez biológiai képtelenség. Egyetlen olyan sejt van, ami közlekedik és vándorol, ez pedig a véralkotó elemei, és ezek természetesen a vérpályán belül, sőt azon kívül is megtalálhatóak, például a limfocitek, ha kimennek a szövetekbe, azt már plazmocitának fogják nevezni, ha pedig a plazmociták túlszaporodnak, az már mieloma multiplex. Hát ilyen logikus összefüggéseket találunk a mai medicinában. A lényeg az erről a képről, hogy megértsük, hogy minden sejtünk szövetünk a három csiralemezből nőtte ki magát. És ez meghatározza, hogy egy életen át hogy fognak működni. Ez embriológiából minden orvos levizsgázott, még állatorvosok is. Tehát tudják nagyon jól, hogy így történik az egyetfejlődés. Mindannyian így alakultunk ki. És ha ezt így tanítják, és így elfogadják, és ez az alapja a germán gyógytudománynak is, akkor miért nem lehet elfogadni mindazt, amit Hammer doktor közöl? Ja, az egy másik kérdés, hogy miért nem fogadják el. Kinek érdeke az, hogy az emberek betegek maradjanak, és minél több gyógyszert fogyasszanak? A választ adja meg mindenki maga. A harmadik biológiai természet törvényben Hammer doktor tehát rámutatta arra, hogy minden, ami a szervezetünkben történik, az háromféle dolog lehet. Vagy sejteket szaporítok a konfliktus aktív szakaszban, és akkor természetesen, ha feleslegessé váltak a sejtek, azt a megoldásban le fogjuk bontani, mint a falat konfliktusoknál, a támadás, bemocskoltság, vagy a gondozási konfliktusoknál. Minden olyan esetben, amikor először sejtet sorvasztok, akkor természetes, hogy ezeket a sejteket visszaépítjük a megoldási szakaszban. Ide tartoznak az önleértékelésről szóló, elválasztási és birtok konfliktusokról szóló biológiai programok. És van olyan helyzet, amikor nem sejteket sorvasztunk vagy építünk, hanem működést változtatunk, és ha a működést blokkolom a konfliktus aktív szakaszban, például ellenszegülési konfliktus miatt blokkolom az inzulin kiáramlását, hogy magasabb legyen a vércukorszintem, hogy legyen energiám, erőm ellenszegülni, akkor azt jelenti, hogy ha az ellenszegülés elmúlt, és én ezt érzelmileg le is zártam, akkor helyreáll a vércukorszintem, és nem leszek cukorbeteg. Mitől leszek cukorbeteg? Attól, hogy mindennek ellenszegülök, mert ilyen a természetem. Említetted, hogy azoknál a programoknál, ahol konfliktus aktív szakaszban sejteket szaporítok, főleg a falat konfliktusokra céloztál, azt a megoldási szakaszban lebontom. Mik segítik a lebontást, vagy hogyan zajlik ez? Mi irányítja ilyen értelmesen az biológiai programjainkat? Hát természetesen
Ezt is megkereste Hammer doktor, és ekkor írta le a negyedik természettörvényt, mert rájött az összefüggésre, hogy minden olyan program, ami a belső csiralemezből, az endodermából származik, ezeknek a sejteknek a felesleges számát a gombák és a mikobaktériumok bontják le. A mikobaktériumok átmenetet képeznek a gombák és a baktériumok között. A baktériumok azok az új mezodermához tartozó programokban segítenek visszaépíteni azt, amit már lebontottunk, és a vírusok pedig az ektodermához tartozó szövetekben segítenek visszaépíteni azt, amit már lebontottunk. Ezért fog megjelenni például a humán papilloma vírus egy mészájsebb kimutatásakor, mert ő azért van ott, hogy segítsen visszaépíteni a lebontott nyálkahártyát. De természetesen, ha kinevezzük a humán papilloma vírust ellenségnek, akkor harcolhatunk oltásokkal vagy bármivel a humán papilloma vírus ellen, de nem ő a hibás, könyörgök. Meg kellene oldani a féltékenységet. És akkor a humán papilloma vírusnak a száma is helyreállna természetesen agyi parancsra, úgy, ahogy az mindig is történt az évmilliók során. Tehát itt a bennünk élő mikroorganizmusokról beszélünk, és nem azokról, amelyeket ártó szándékkal létrehoznak, mint biológiai fegyvereket. Az ötödik természettörvényben Hammer doktor rámutat arra, hogy mindennek, de mindennek értelme van. Semmi sem történik értelmetlenül a szervezetünkben, mert már a DHS pillanatában, abban, ahogyan én megéltem azt az adott konfliktust, arra már az agy közvetítésével elindul a hajszálpontos biológiai válasz. Tehát nincs olyan, hogy Isten verése. Nem kell, a jóisten nem ver minket, mi verjük egymást a tudatlanságunkkal és a félelmeinkkel. Tehát ha összefoglalnánk az öt természettörvényt nagyon laikusan és nagyon sematikusan, akkor az első természettörvény kimondja azt, hogy minden úgynevezett betegségnek egyetlen oka van, az érzelmi megrázkutatás, a DHS és sinek megjegyzését külön fontosnak tartja. És hogy minden egyes külön megélés elindít egy külön-külön programot. Tehát minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben szedi szét magát. A második természettörvény, ha jól értettem, azt fejezi ki, hogy minden értelmes biológiai különprogram két fázisban megy végre, egy konfliktus aktív szakaszban és egy megoldási szakaszban. A megoldási szakasznak két alegységen alfázisa van. Van egy vizes fázis, melyet az exudatív fázisnak érthetünk. Igen. Jön akkor vannak a betegség tüneteink. Igen, aztán jön az epileptoid krízis. Akkor vannak a legerősebb tüneteink. És azt követi a hegesedési fázis extrém fáradtsággal. Aha. És ha ezt mind tudjuk, és hagyjuk, hogy megtörténjen, akkor meg is gyógyulunk. A harmadik természettörvény visszavezet a három csiralemezre, amiből minden sejtünk, szervünk, szövetünk kialakult. Ez teljesen tudományos. A negyedik természettörvény a négy segítőt nevezi meg, amelyek a gombák, mikobaktériumok, baktériumok és vírusok. Ezek igen, vezénylik a programok helyreállítását. Így van. Tehát nem ellenségek, hanem segítők. Igen, de abban az esetben szaporodnak ők túl, ha mi túl sokáig csücsültünk a konfliktusban. És az természetes. Az ötödik természettörvény pedig a megértés törvénye. Ez mutatja azt, hogy minden értelmes biológiai különprogramnak biológiai értelme van, és gyakorlatilag, ha ezt megértjük, akkor tudjuk azt, hogy minden folyamat, ami bennünk zajlik, ez valamilyen okkal, céllal történik. Így van. Vagyis a germán gyógytudomány rámutatta arra, hogy a betegségek nem azoktól a tényezőtől függnek, amire a mai medicina hivatkozik, hogy hány éves vagy, férfi, nő, milyen az iskolázottság, családi állapot, festő meg index, dohányzik, nem dohányzik, mozog, nem mozog. Ezek befolyásoló tényezők, de nem kiváltó okok. Aztán függnek a fel nem oldott érzelmi megrázkódások számától, mint mondtam, hány programot indítok el, az éppen konfliktus aktív, vagy megoldási szakaszban van. És egy lényeges dolog, hogyha a germán gyógytudomány ismeretével, az egyes külön programok ismeretével felismerjük az okokat, a tüneteket,
akkor ezzel valós megoldást kezdhetünk a gyógyulásunk érdekében. Az is lényeges dolog, hogyha feltártuk ezeket az érzelmileg megrázó eseményeket, és ezt érzelmileg lezártuk, akkor valójában az okokat szüntettük meg, és nincs olyan, hogy félnem kell attól, hogy ismét lesz egy mélyvénás trombózisom. Igen, csak akkor lesz, ha továbbra is bennem ragadok a békjogkonfliktusba. Akkor lesz. De én a békjogkonfliktust, mint olyat, feleslegessé tettem az életembe, mert rájövök, hogy az életemet magam irányítom, és nem vagyok kiszolgáltatva a mások hülyeségeinek, akkor onnantól kezdve többet nem lesz mélyvénás trombózisom. És mint rámutattam, hogy a germánygyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható. Ez a tudományosságnak a legfontosabb ismérve. Reprodukálható. Bárhol megnézhető. Mindegy, hogy az afrikai embernél vagy az eszkimónál, mindenkinél a halálfélelmi konfliktust, tüdőszövetszaporulatot fog elindítani. Ezért össze is hasonlítható, sőt, előre jelezhető. Kérdik tőlem legjobb, hogy mikorra fogok meggyógyulni. Mondom, azt tudnom kell, hogy mi volt a DHS, vagyis mikor éltük ezt meg, meddig ültünk benne a konfliktus aktív szakaszban, és mikor lett ez valójában feloldva, és nem úgy, hogy elakadt a gyógyulás, mert hát félig meddig oldotta meg. Mert megbocsátok, de nem felejtek. Ez nem megoldás. Tehát nem statisztikát, nem állatkísérleteket kell gyűjtenünk, hanem az embriológiára és az öt természettörvényre kéne figyelnünk. És ez a legjobb megelőzése a betegségeknek. Mert ha érzelmileg lezárjuk a napjainkat, kérem szépen, akkor nem fogunk tudni meg se betegedni. Amúgy Helmer doktor soha nem végzett állatkísérletet, bár megfigyelte az állatok DHS-ét, konfliktus megoldását, nagyon sok állaton, sőt, növénynek is megfigyelte azt, hogy ott is megjelennek az értelmes biológiai különprogramok, de állatkísérleteket soha nem végzett. Most következik egy rövid bejátszás, és ha rákattintottunk az indulás gombra, akkor láthattunk először is a gégede menetet, majd az eusztákkürtöt, majd a nyelvgyököt a gégefedővel, és utána következik a hangrés és a hangszalagok. A hangrés és a hangszalagok tágassága, feszessége meghatározza, hogy milyen hangot adunk ki. A következő képben, oldalképben, már látjuk a gégének a helyét a szervezetünkben, ugye a pajzsporc mögött helyezkedik el, a pajzsporc előtt pedig a pajzsmirigy természetesen, és megnézzük a nyelés és a hangképzésnek a folyamatát egy rövid animációs filmen. Láthatjuk a falatnak a továbbítását, milyen fantasztikusan megoldotta a természet, hogy a nyelv összehúzódásakor a gégefedő elfedi a gégét, és a falat hátra csúszik a nyelőcső irányába. Aztán következik a gégének a bemutatása. Keresztmetszeti képet látunk, amint ugye a tüdőből fölfelé áramló levegő megrezegteti a hangszálakat. Ugye annak van egy izmos része és egy nyálkahártya borítása, és ez lesz az, ami a hangképzésben jelentőséget játszik. Tökéletesen. De mégis hogyan tudunk megbetegedni? Milyen programjaink lehetnek? Igen, hát ugye a garat, amint láttuk, a falatnak a továbbításával és továbbjuttatásával van elfoglalva, a gége pedig a hangképzéssel. Tehát most először is a garattal fogunk foglalkozni, és behoztam azt a Hammer doktor által készített összefoglalást, ami a tudományos táblázatban benne van, ami a mandula sejtek túlszaporodását mutatja be. Ugye itt a konfliktus az, hogy valamit nagyon szeretnénk megkapni. Na most az biológiánk számára minden, amit szeretnék megkapni, az falatot jelent. És nem csak a
csokis fagyi, vagy a vaníliás gombócok, amit a kezdetben bemutattunk, ugye, arra asszociáltunk, nem csak ezeknek a megszerzése, megkapása jelent falat konfliktus számunkra, hanem bármi, amiről úgy gondoljuk, hogy az szükséges a túlélésünkhöz, a boldogulásunkhoz, a továbblépésünkhöz. És ez a falat konfliktus, ugye a konfliktus aktív szakaszban a mandula sejtek szaporodását indítja el. A megoldásban jönnek a gyulladásos tünetek, az ismert mandula gyulladás, és a gennyel és mindennel, ami adva van, és természetesen a hegesedés folyamán hát az a mandula már nem olyan lesz, mint amilyen volt. Nem mindegy, hogy hányszor futtatjuk le ezt a programot, mert ugye láttunk már olyan mandulákat, amelyek úgymond alig férnek el már a garatban, és láthatjuk, hogy vagy egyik, vagy másik, vagy mindkét mandula begyullad. Ugye a jobb oldali mandula akkor gyullad be, amikor el szeretnék kapni egy falatot, a baloldali mandula pedig akkor, ha meg szeretnék szabadulni attól a falattól, amit talán le kellene nyelnem. Nyilvánvaló, amikor valaki érzékeli már, mert gyakorlott mandula gyulladása van. Jelentkeztem, igen. Jelentkeztél. Akkor már a mandula gyulladás első tüneteinél már megszületik az az óhaj, hogy újjától jó lenne megszabadulni. És ezzel már be is indul a másik oldali mandula gyulladása is. És ezért lesz mind a két oldal begyulladva, egy kis idő eltolódással egyik a másik után. És hogyha ezt a folyamatot többször véghez visszük, mindig meggyógyul, aztán újrakezdjük, meggyógyul, újrakezdjük, akkor ne csodálkozunk, ha a mandulán belül ilyen kriptáknak nevezett szövethiányok fognak kialakulni, ahol akár még táplálék maradékok is elakadhatnak, mert úgy fog már kinézni, mint egy elementális sajt valakinek a mandulája, akinek már többször is lezajlott ez a mandula gyulladása. Tehát a jobb oldal, itt még nincsen kezesség, csak hogy jobb kezűség, bal kezűség. Itt a falat jobb oldalt megy be, és bal oldalt megy ki. Tehát ami jobb oldali mandula gyulladás, az mindig azt jelenti, hogy nagyon szeretnék megkapni valamit, ami a túlélésemet biztosítja. Valami olyat, amit én falatként fordítok le. Igen. És mennyire érdekes az, hogy ez a mandula gyulladás legtöbb esetben gyerekkorban mutatható ki. Ez egy, hát ha szabad ilyet nem mondani, egy tipikus gyerekbetegség, olyan értelemben, hogy a gyerekek folyamatosan falatban gondolkodnak. Szeretném megkapni az új biciklit, szeretnék kapni egy fagyit, egy új ruhát, egy jó telefont, lehet akkor csúcsminőségű telefont. Igaz, írni, olvasni még nem tudok, de ehhez már lenne affinitásom. És folyamatosan meg akarok kapni valamit, amit én falatként, gyerekként, falatként fordítok le magamnak. Legyen ez bármi. Van egy olyan jellemvonás, nagyon érdekes, hogy zömében kisgyerekeknél, bár kamaszoknál, sajnos felnőtteknél is egy akár jellemhibává is minősülő tulajdonság, hogy mindig kell valami. De ez a kell, ez egy nagyon nehéz, küzdelmes kell. Bármit látok, nem szeretnék lemaradni. Nézzük csak már a divatlapok, mindig valami új terméket, valami új csodát ígérő szert kínálnak. És azok, akik ezt folyamatosan trendiként meg szeretnék szerezni, kapni, azoknak gyakran van ilyen falatkonfliktusok. A biológiánk számára, mint olyan, teljesen mindegy, hogy ezt a falatot megkaptuk, vagy lemondtunk róla, hiszen mindkét esetben be tud indulni a gyógyulás. Abban a pillanatban, ha én ezt megkapom, és örülök, hogy végre megvan, beindul a felesleges sejtek lebontása. Na, ennek a tüneteit viszont már kevésbé élvezzük. Akkor is végbe megy a folyamat, amikor érzelmileg elengedem, lemondtam róla, már nem kell, hiszen nem biztos, hogy felnőttként vágyunk piros pöttyös labdára, bár nagyon sokszor felnőttként kompenzáljuk azokat a
kompenzálunk olyan dolgokkal, amit nekünk nem volt meg gyerekkorban. Tehát erre szeretném a kedves hallgatók figyelmét felhívni, hogy próbáljunk meg elvonatkoztatni az anyagi világ falatjaitól, és átértékelni ezeket olyan irányba, amely számunkra kedvező. A legdöbbenetesebb mandulagyulladás számomra az volt, amikor egy 7 éves kisfiút hoztak be a rendelőbe mandulagyulladással, a nagymamája hozta be, és kiderült, hogy a mandulagyulladását az okozta, hogy 2 hét után végre megkapta az édesanyját. Mert hogy a szülők elváltak, és a gyerek az apjánál maradt. Egyszerűen döbbenetes, hogy hogyan tud egy gyermek ragaszkodni az édesanyjához, és ez teljesen természetes, és mekkora konfliktusokat tudnak okozni a gyerekekben a válás körüli hercehurcák, főleg akkor, hogyha a szülők, hát hogy is mondjam, biológiai lényekként harcolnak a falatért. A garat tehát a falat konfliktust fogja mindenki számára megoldani biológiai szinten, és itt most már a garatról, ha beszélünk, ugye akkor kell beszéljünk arról a nyálkahártyáról, ami borítja a garatot, illetve beszéltem a garat mandulákról. A nyálkahártya a helyének megfelelően 3 részre oszlik, mert ugye mondjam, az a garat egy ilyen átjáróház. Kapcsolat van az orr felé, a szájüreg felé, és természetesen a gége felé. És pontosan ez a komplex találkozási pont az, ami annyira fontossá teszi a garatnak a jó működését. A nazofarinx ugye az az orrgarat, a mezofarinx az, ami a szájüreg felé nyíl, a hipofarinx pedig az, ami a gége garat, és a gége felé terjedő nyálkahártya része. Nos, ha tünettanilag vizsgáljuk a dolgokat, akkor az orrgaratnak a tünetei elég komplexek, tehát az orrgarat nyálkahártyájában létrejövő szövetszaporulat nehezített orrlégzést fog létrehozni, ugyanakkor halláscsökkenést középfül gyulladással, mert ha még emlékszünk a bejátszott videóra, ott egy a bal oldalt, ugye fönt látható volt az Eustachkürtnek a nyílása a garat felé. Aztán nyilvánvaló, hogy fejfájás, lágy szájpad, vénulás és gyulladás, véres orrváradékozás is jelentkezik az orrgarat nyálkahártyájának a programjai során, és előfordulhat még koponya alapi terjedés is, ami viszont egy nagyon komoly fájdalmat és agyideg tüneteket fog előidézni, vagy a nyakban kitapítható csomók fogják felhívni a betegségre a figyelmet, de ezek a nyakban kitapítható csomók, ezek már azok a nyirokcsomók nyilván, amelyek a gyógyulási szakaszt jelzik, hiszen a lebontott felesleges sejteket mindig a nyirokcsomók fogják újra hasznosítani. A garat középső és a gége bemenet mögötti szakaszát érintő daganatok esetében a torokfájás és a nehezített légzés lesz az, ami jelen van. Pont ez lehet az akadálya gyógyulásnak is, hiszen már fizikai szinten sem tudok nyelni rendesen. Pont erről van szó, ez a következmény konfliktus. Amikor gyógyulóban van valakinek a garat folyamata, legyen az mandulagyulladás, vagy garat nyálkahártya lebontása, ami fájdalommal jár, ez már megakadályoz abban, hogy tudjon nyelni. Ez viszont másodlagosan már falat konfliktust okoz, mert nem tudok enni, nem tudom lenyelni a kaját. És ez mit csinál? El fogja akasztani az egész gyógyulást. Ezen a képen is azt látjuk, hogy éppenséggel a lágyszájpad szintjén, ugye a lágyszájpad felemelkedik, hogy a falat ne jusson az orrüvegbe, a falat tovább csúszik, és látjuk, hogy a gégefedő befedi a gégét, hogy a falat ne jusson a légcsőbe. Tehát a nyelés folyamán
az egyik, mondjam, az egyik csapóajtó felfele zárul, a másik csapóajtó lefele zárul, és így a falat eljut a rendeltetési helyére. De nagyon lényeges tudnunk azt, hogy következmény konfliktusként, ha azt éljük meg, hogy na most már még enni sem tudok, akkor kérem szépen, abból baj van. Ha mondjuk örülni tudnánk annak, hogy na most nem eszek 3 napig, és legalább lefogyok 1 kilót, akkor már is más a hozzáállásunk a történethez. Ugyanakkor, ha tudunk fájdalmat is csillapítani gyógyszermentesen, akkor az egy plusz dolog. Tudom, hogy nem pont ide tartozik, de mégis meg kell kérdeznem. Mi van akkor, hogyha valaki nem tud enni, és az a megélése, hogy hát ha ez így halad, akkor éhen fogok halni? Hát nyilván elindíthat újabb programot, ez meg a MAI program, mert ha aki az éhenhalástól fél, az elkezdi szaporítani a MAI sejtjeit. Tehát mindig az a probléma, hogy az egyik félelemből zuhanunk át a másikba, a harmadikba, a negyedikbe, és ez fogja lemeríteni a biológiánkat, ez fogja elvenni az életerőnket, ami kell a gyógyuláshoz. Nagyon érdekes téma ez a falatkonfliktus. Ha megkérdezzük magunkat, hogy miért ragaszkodunk ezekhez a falatokhoz, miért élünk meg falatkonfliktusokat, akkor rengeteg válasz és magyarázat van. Igen. Hát én a retro könnyűzenékben találtam falatkonfliktusokat idéző slágereket, ugye Zoránnak a Mi is kéne még című dalában igazán szépen elsorolja, hogy a végén már egy kémény kéne, egy nagyon magas, mely megfordítva, abból minden tervünk visszaszáll, ami régen elszállt már. Szóval mindig úgy érezzük, hogy valami kell, még, és hogyha valakinek az élete arról szól, hogy neki mindent meg kell szereznie, ami van a szomszédnak is, hogy ne maradjon le tőle, akkor garantáltan falatkonfliktusokat fog megélni, és nem biztos, hogy csak mandula programja vagy garat programja lesz, hanem innentől kezdve a végbélig nagyon sok mindent végignézhet, de hát nézzük meg a falatkonfliktusokról szóló webkonferenciájából. Meg aztán az is van, hogy nem tudunk örülni annak, ami baj. Ugye? És ez vezet el a birtokláshoz. Mindig többet és többet akarunk birtokolni, mert abban akkor érezzük magunkat biztonságban, ha még több úgymond vanunk van. De ez a birtoklás, ha átmegy a párkapcsolatokba, akkor ez tönkre fogja tenni a párkapcsolatokat is. Aztán halmozunk, mert ezt láttuk. A gyerek másolja a szüleit. Ez nem kérdés. És hogyha azt látjuk, hogy ők halmoztak, akkor mi is halmozunk. Ha azt láttam, hogy apám egy görbe szeget és kiegyenesített is eltett, mert jó lesz az még valamire, akkor én is ezt fogom csinálni, és az udvaron tele lesz kacakokkal és lomokkal. Mert sajnálom bármit is eldobni, mert az még jó lesz valamire, és ez vonatkozik, hölgyeim, a kinőtt ruhákra is. Mert ahelyett, hogy tovább adnánk, hogy menjen ez tovább, örüljön neki más ember, akire jó az a ruha, nem tartjuk a szekrénybe, inkább a moly egye meg. És gyűjtünk, csak a végén rájövünk, hogy vagy még építünk a házhoz valamit, vagy tényleg a szekrényeinket elkezdjük kiüríteni. Aztán van egy csomó felesleges kacatunk így, amitől nem tudunk megszabadulni, és erről énekel Brody a filéres emlékeimben, hogy drágák nekem, miért? Mert sinek, kérem szépen, ha ezek a filléres emlékek, ráadásul kellemetlen élményeket hoznak be az életünkbe, kinek van arra szüksége, hogy újra meg újra indítsak régi történeteket csupán abból a szép régi emlékből, hogy ott áll egy fénykép, vagy egy tárgy, valakitől kapott emlék a polcon. Nem tudunk megszabadulni tőle. És hogyha csak abban annyit jegyeznék meg, amit elmondtam a kezdetekkor, hogy a túlélésünkhöz táplálék, víz, levegő kell, ennyi, és minden hallgatónak ebben a pillanatban is a rendelkezésére áll a levegő, a víz és a táplálék, akkor miért kellene félnünk az éhenhalástól? Ha ugyanezt megnézzük egy kicsit más szemmel, engedd meg, hogy egy kicsit a lélek rejtelmeibe is bekukucskáljunk. Miért van folyamatosan ez a kell valami a
program bennünk. Nagyon sokszor valamit szeretnénk csak azért megszerezni, mert azt reméljük, hogy a megszerzése után az örömet, elégedettséget és nyugalmat, biztonságérzetet fog hozni az életünkbe. Ez részben igaz, részben nem. Vannak esetek, amikor a falat megszerzése mondjuk egy olyan ember számára, aki már 3 napja nem evett, az egy túlélést elősegítő feladat, hogy addig keresgélek, vagy addig próbálkozom valamit főzni, míg egyszer össze nem jön. Valami ehető. A gond nem ezekkel a banális esetekről kell kezdődik, hanem azokkal a történetekkel, amikor a belső elégedetlenségünket, hiányérzeteinket, esetleg boldogtalanságunkat próbáljuk elfedni valamivel. És felhívom a figyelmet arra, hogy a vásárlási láz, ez a shoppingolási láz, ahogy ez most divatos mondani, ez nagyon érdekes számomra. Legfőképpen azért is gondolom azt, hogy ez egy újabb betegség típus, ez a vásárlási láz, ez egy, nem is betegség, hanem egy mentális állapot, amikor valamit el akarunk fedni. Valamit szeretnénk kárpótolni, valamilyen űrt betölteni. Ez nagyon gyakran lehet egy romló párkapcsolatban fellépő társas magány. Legalább elmegyek a boltba, és ott vásárolok, és ott vadászgatok, nézegetek. Emberek között vagyok, és akkor azzal eltelik az idő. Különösen hangsúlyos feladat ez azokban a nagyvárosokban, ahol nincs sok ismerős az embernek, azoknak az eseteknek a taglalására is szeretnék kitérni, amit Amerikában tapasztaltam, hogy december 26-án is tömve vannak az üzletek vásárlókkal, mert valami nem tetszik, valami nincs jól, valami olyan történik velem az életemben, amivel én nem vagyok elégedett, és egy ilyen helyen szeretném az elégedettségemet megszerezni, az önbecsülésemet, az önértékelésemet helyreállítani, mert meg tudom venni. De az, hogy hol van az a határ, ami szükséges, hol van a határ az elégséges, és hol van a túlzás között, az egyénileg változó, de azt gondolom, hogy az a szintű halmozás, az a szintű karácsolás, ami néhány embertársunkra jellemző, annak nagyon komoly okai vannak. Valami ott nem kerek, valami nem teljes. Gondoljuk csak végig, hogy hányan dolgot viszünk haza a bevásárlási túrák során, amire semmi szükségünk nincs. Nyilván ki kell térnem azokra a hipermarketes trükkökre, amiket egészen jól ismerek. 8,5 év letöltendőm volt egy hipermarketben, és ezt a letöltendőt viccesen mondom, hiszen élelmiszerbiztonsággal foglalkoztam, de mégis letöltendő, mert üzletbe bezárva lenni, rágyos ablakokon keresztül kinézni a külvilágra, folyamatosan azt figyelni, hogy mit lehetne még eladni, hát azt gondolom, hogy ez egy mentális börtön. Aztán van egy másik nagy mozgató rugója a halmozásnak, a kell még nekem, mert addig, ameddig megvásárolom, ameddig gyűjtök rá, ameddig kinézem, addig kicsit jól érzem magam. De ennek van egy veszélyes vonulata is, mert egyre több dologhoz ragaszkodunk. Egyre több tárgy kell nekünk, és egyre több olyan eszközt szerzünk be, ami nagyon gyakran felesleges, vagy soha nincs használva. Ugyanez van az emberekkel, és az emberi kapcsolataink is. Egyre több emberrel vagyunk kapcsolatban, viszont egyre felszínesebbek az emberi kapcsolataink. Aztán van egy másik hátrány is ugyanennek a viselkedésnek, hogy sokáig gyűjtögetünk, keresgélünk, halmozunk, és aztán arra jövünk rá, hogy amikor megvan, megkaptuk, akkor nem igazán tudunk neki örülni.
És nem tartunk egy ilyen ünneplést otthon, hogy jaj, de jó, megvettük a, mit tudom én, milyen áhított televíziót, és milyen jó az most nekünk. Nem, már azon gondolkodunk, hogy hát ehhez már nem illik a szőnyeg, és akkor azt is ki kellene cserélni, de ha már ott vagyunk, akkor vegyünk egy új kanapét, és az egész lakást így felforgatjuk, és folyamatosan kell valami új. Az, hogy valaki bizonyítani akar, és többet akar felmutatni a családtagjainál, a szüleinél, az egy magas fokú kényszert is jelent. Nagyon sokszor nem is gondolunk bele, hogy az valójában szükséges, vagy csak azt gondoljuk, hogy hát ezt mindenképpen meg kell szereznünk. Aztán a megszerzett tárgyaktól meg nem tudunk megszabadulni, nem tudunk lezárni dolgokat, nem tudunk bizonyos tárgyaktól elköszönni. És itt az elengedés, megtartás az megint érdekes történet, hiszen mennyi mindent halmozunk fel. Ez a jó lesz majd valamire. Ez egy fokozott bizalmatlanság és bizonytalanság érzését is jelenti. Ha mindig úgy gondolok, hogy lesz ez még rosszabb, és bármikor történhet velem valami rossz, akkor folyamatosan erre vagyok felkészülve, és ezt teremtem. Ugyanez van például akkor is, amikor, mint ahogy Karesz említette, a felesleges tárgyakat halmozok fel. A felesleges tárgyak nagyon érdekesek, mert azok, akik gyűjtik, azok számára ez nem teljesen egyértelmű. Nagyon érdekes az, hogy mennyi mindent tudunk érdekesen halmozni és felsorakoztatni, ezektől is nagyon jó lenne megszabadulni. Gondoljunk csak bele, hogy egy lomtalanítás az mekkora örömet és élményt okoz, ha rendesen elvégezzük. Lehet, hogy az érzelmeink, illetve a gondolataink között is nem ártana néha egy kicsit lomtalanítani. Így van, ezek nagyon jó kiegészítő gondolatok voltak, és köszönöm szépen Rékának. És akkor nézzük meg, hogy a gége milyen feladatot tölt be a szervezetünkbe, és milyen konfliktusok azok, amelyek a gégét érintik. Ugye a rémület, félelem fogja a gégeizmot, és a gége nyálkahártyáját érinteni. A lényeg az lenne, hogy legyünk tisztában vele, hogy mindig lesznek teljesen váratlanul fellépő, veszélyt jelentő történetek az életünkben. Ezeket nem tudjuk kivédeni. Tehát váratlanul és veszélyt jelentő eseményekről van szó, amitől elakad a hangunk, és a légzés is elakad egy rövid időre. Ennek már biológiai értelme van. Mert ha elvonul előttem egy veszélyes ember, aki esetleg, mit tudom én, megölhetne, kirabolhatna engem, és én abban a pillanatban én elkezdek lihegve, gyorsan kapkodva a levegőt venni, akkor lebukok. De ha elakad a lélegzetem, elakad a hangom, akkor észrevétlen maradok, és megúszom a veszélyt. A konfliktus aktív szakaszban az izomzat részleges görcse alakul ki, és a nyálkahártya pedig elkezd sorvadni, de nem fáj, mivel ugye a gége nyálkahártyája kültakaró séma szerint működik. Ezt értik mindannyian, akik voltak már egy képzésen. Tehát konfliktus aktív szakaszban nem fáj a nyálkahártya sorvadása, és a gégeizomzat görcse alakul ki. A megoldási szakaszban az izomzat görcse oldódik természetesen, és a nyálkahártya visszaépülése miatt gyulladás lép föl, ami már fájdalommal, viszketéssel és rekedtséggel jár. És most jön az, amikor túlzott a megélés. Ugye a tüneteknek
a megoldási szakasz tüneteinek az erőssége attól függ, hogy milyen súlyos volt a megélésem, és meddig ültem a konfliktus aktív szakaszban. A túlzott megélés túlzott biológiai választ fog adni, és ez lesz az, amit Prinkve ödémának, vagy angioödémának is nevez a medicina. Itt a rémület, félelem, konfliktus mellett megélünk egy támadást valamilyen eseménytől, amitől el is akarok szakadni. És ez a túlzott félelem fogja a védelmi reakciókat is túlzott mértékben beindítani. Gondoljunk csak arra, hogy hirtelen megjelenik egy vagy több darázs a környezetünkben. Mit akarok én csinálni? Hát megrémülök a darazsaktól, elkezdek csapkodni, el akarok választolni tőlük, mert félek a támadástól. Tehát támadási, elválasztási és rémületvélelem konfliktus egyszerre. A szakirodalom leírja, hogy még ugye Quinquedéma fellép penicillinre. Én gyerekkoromban emlékszem arra, hogy milyen illata van a penicillinnek, mikor felszívják és kipriccelik a tűnek a hegyén, és érkezik a tű, és azt az emberben belédefik. Az én gyerekkoromban mindenre a penicillin volt az egyetlen használatos valami. És hát a penicillin injekció nem volt egy kellemes élmény, amikor befecskendezték az embernek az izomszövetébe. És kérdés, hogy ez ki milyen rémülettel éli meg, innentől a penicillinre Quinquedémát el tud indítani. De lehet hatalmas rémületfélelmet megélni, akár ebédelés vagy mulatozás közben, és akkor pontosan azt, amit eszem, vagy amit éppen nem észtek, az simként be fogja tudni hozni számomra ezt a túlzott reakciót, mondjuk a mogyoró vagy bármi, amit itt felsorolnak. A konfliktus aktív szakaszban tehát a gégeizmoknak a görcse megmarad. Ez a probléma. Mit jelent ez? Nem kapok levegőt. Megmarad a fulladás érzése, ami tovább fokozza a rémületfélelmet. A megoldási szakaszban pedig a gégenyálka hártyájának fokozott duzzanata fog fellépni, ami megint nehezíti a légzést. Az IRHA program megoldása azt jelenti, hogy a bőr mély rétegének, tehát az IRHA-nak az ödémája fog létrejönni. Különbséget kell tenni az urtikária és az angioödéma között, vagyis az egyszerű csalánkiütés, és aközött az ödéma között, ami itt jelentkezik, mert itt az IRHA réteg ödémája jelentkezik a támadási konfliktus megoldási szakaszában, elválasztási konfliktuskor pedig nyilván a felhámnak az ödémája jelentkezik, de az elválasztási konfliktus megoldásában viszont jelentkezik a viszketés. Szóval ezért vannak ilyen tünetek ebben az úgynevezett angioödémában vagy Quinquedémában. Ne feledjük azt se, hogy ezt a mai medicina az egyes típusú hiperszenzitási reakciókhoz sorolja T-sejtekkel, amit ugye külön az immunológiában taglalnak. Négy típusú immunválaszról van szó, de ezekben most nem szeretnék belemenni. A krónikus betegségek okai, mint mondtam, az egyik az, hogy meg sem oldjuk a konfliktust. Ha nem oldom meg a konfliktust, akkor a hangszál nyálkahártyájának a fekéje egyre fokozottabb és fokozottabb lesz. Eljuthat egészen az izmok fekélyesedéséhez, sőt, még a porcok fekélyesedéséhez is. De létrejöhet az úgynevezett traheo összefogajális fisztula, hogy nehogy megijedjünk, a fisztula az mindig sipolyt jelent, vagyis egy olyan átjárás, ami a nyelőcső és a légcső között jön létre. Tehát nyeléskor bizony a táplálékból bejött egy kicsike a légcsőbe, és ez azt jelenti, hogy elkezdünk nagyon, de nagyon köhögni. És nem félrenyelésről van szó, hanem egy lyukról, ami a két cső között jön létre. A policiklikus lefolyás visszatérő rekedtségeket fog okozni, míg a függő gyógyulásban ugye fokozódik a rekedtség, és eljutunk oda, hogy daganat is lesz belőle.
Milyen ez a gégerák? Ugye a rémület, félelem, konfliktus, ami elhelyezkedése szerint lehet szupraglottikus, vagyis a hangszálak fölötti részt, itt a gégefedőnél, lehet glottikus, amikor ugye a hangszálakat érintő területről van szó, és lehet szubglottikus, amikor is a légcsőnek a kezdeti szakaszát fogja beszűkíteni. Miért? Mert először bontok, aztán építek, és elakad a gyógyulás, és ezért egyre többet építek vissza, és beszűkül ez a rész. Van, akinek már 5 évet tart ez a programja, éppen 2 napra kaptam érdekes módon erről szóló levelet, de ott el kellene gondolkodni azon, hogy 5 évvel ezelőtt mi volt az a rémület, félelem, ami nincs érzelmileg feloldva, de a veszélye minden nap fennáll, hogy megismétlődik, hiszen a sinek túl gyakran ismétlődnek. Úgyhogy a megoldás az csak attól függ, hogy mikor jövünk rá arra, hogy az a történet az egy lezárt ügy, vagy ha nincs lezárva, akkor zárjuk le. Mert kár lenne ezt a gyönyörű hangszert, ezt a csodálatos hangszert, amit a hangszallagok képeznek, ezt tönkretenni a rémület félelem konfliktusa miatt. A gégeráknak a tünetei többek között a nyeléskor jelentkező fülbe sugárzó fájdalom, mert ugye ilyenkor a gégefedő érintett. Ha megváltozik a hangszín, akkor azt jelenti, hogy a hangszallagok érintettek. Ha pedig hangos lesz a légzés, ilyen sipoló, stridoros légzésről beszélünk, akkor a gégeporc lesz érintett. A Hammer doktor a gégelapham ulcerációjánál leírja, ugye, hogy a rémület, félelem, konfliktus, ami egy teljesen váratlan fellépő veszélyt jelent. És ebben az esetben, ugye konfliktus aktív szakaszban jön az, amit eddig elmondtam. Ezek azok a helyzetek, amikor a rémülettől elakad a szavam. Igen. Nagyon érdekes, hogy az állatvilágban is ugyanígy folynak ezek a rémület, félelem, konfliktusok. Pontosan. Nemrég a pogány havasokon tapasztaltam azt, hogy egy tücsköt próbáltam közelről megfigyelni, de amint túl közel jutottam hozzá, azonnal elhallgatott, és viccesen meg is jegyeztem, hogy akkor most mi lesz a hegedűvel, ha belekett. Ez a rémület, félelem, konfliktus, amikor eláll a lélegzetem, ez egy nőies megnyilvánulás, ugye a férfiak hajlamosabbak esőként a konfliktusra, támadással reagálni, de akkor is megrémülhetnek akár a férfiak is, ha olyan jellegű az úgynevezett ellenség, vagy olyan szintű maga a konfliktus, amiben a támadás vagy a férfias megnyilvánulás felesleges. Gondoljunk csak arra, azokra az esetekre, amikor az embernek közik a rák diagnózisát, hát ott köpni nyelni nem tudunk, igen. És azt hiszem, hogy ez a rémület, félelem, konfliktus nagyon sokszor megnyilvánul. Mi azt érezzük, hajlamosak vagyunk, mi nők azt fordítani, hogy gombóc van a torkomban. Igen, végül is azt érzi az ember, mert amint láthatjuk, bocsánat, itt az alsó képen, rögtön a baloldali az egy hangszálon kialakult daganatnak a képe, a másik az még csak egy polipoid szerkezet, ugye ezt jó indulatúnak nevezik, miért? Mert megoldási fázis második felében van, tőle jobbra látjuk az akut gyógyulási szakaszt, és a legszélső képen jobb oldalon az, ami az énekeseknek a réme, az énekeseknek a hangszál gyulladása. És volt is egy ilyen levelem egy énekestől, hogy mit szólok én ehhez, és elmondtam, hogy pontosan azért lesz rekett a hangja, mert benne van a rémület, hogy ja Istenem, mi lesz, ha elmegy a hangom. És mivel ez nincsen feloldva, pontosan ez okozza az újabb és újabb berekedését az énekesnek. De nem csak énekeseket érint, hanem tanítónéniket, tanárnéniket. Persze. Egyetemistákat, vannak olyan helyzetek, amikor az ember úgy érzi, hogy félelmében, rémületében meg sem tud szólalni. Uh-huh. És ha azt gondoljuk, hogy a tanárnéniket ez nem érinti, hát gondoljunk csak bele azokra a
tanárnénik helyzetében, vagy tanítónénik helyzetében, akik évente, de legjobb esetben is 4 évente új és új nebulókat kapnak. Hogy mikor tud egy pedagógus a diák figyelmére számítani, hogy hogyan kezeli az egyre elszemtelenedőbb gyerekeket, mert sajnos sokan erről számolnak be, hogy egyre nehezebben kezelhetőbbek a gyerekek, akik hozzájutnak, egyre nehezebb neki emberként felvenni a versenyt a színes kütyükkel, okostelefonokkal és mindenféle technikai csodákkal, hogy hogyan bír ezekkel a gyerekekkel együtt valamit elvégezni, hogyan tanítsa őket, hogyan kösse le a figyelmüket, hogyan kezelje esetleg a közöttük kialakuló konfliktusokat. Ez egy nagyon rémisztő helyzet, és aki pedagógusként megért olyat, hogy két gyerek nagyon súlyos sérülést okozott egymásnak egy elguruló verekedés során, az folyamatosan félelemben él, csak nehogy beverjék egymás fejét, csak nehogy kiszúrják egymás szemét. És rögtön sinnen marad a rémület félelem konfliktusa. Tehát nem attól rekedünk be magyarán, hogy sokat énekeltünk, hogy hangosan beszéltünk, vagy hideg vizet ittunk. Ja, igen. Vagy éppen húzatos az igen. irodánk a légkondicionálótól így nyáron, hanem attól, hogy rémület félelem van bennem. Érdekes, hogy általában azok az emberek, akik szoronganak a munkahelyükön, mert félnek attól, hogy a főnök előveszi őket, vagy valami olyan feladatot nem tudnak teljesíteni, ami számukra követelmény, egy felszólítás során, egy főnökkel való találkozás során még rémület konfliktusok is vannak. Még hiadnak. Mert, ja Istenem, jön a vezér. Igen, összevezzenek. Hát azért ott a sír a légkondi, tehát ez már egy láncreakciót indít tovább. De ugyanez van velünk akkor is, hogyha ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy azt érezzük, hogy megtámadnak bennünket. Hát próbálunk levegőt se venni ilyen helyzetekben. Gondoljunk csak arra, hogyha éjszaka arra riadunk, hogy valaki motoszkál a hálószobában, hát akkor nem kezdünk el kiabálni, hogyha több ember ott van a körülöttem, hanem úgy teszek, mintha aludnék, és lélegzett visszafolytva próbálom túlélni a helyzetet. Túlélési esélyemet növelni. De hány kalandfilmben láthatjuk azt, hogy ha éppenséggel táborozók mellett be akar valaki suhanni, vagy a őrség mellett akar, őrszem mellett akar bevonulni, hát akkor vissza kell fogja még a lélegzetét is, hogy nehogy lebukjon. És ugyanez a helyzet azokkal, akik azért fekete ügyletekkel foglalkoznak, és állandó veszélyben, a lebukás veszélyétől megrémülve a rekedség egy állandó vendég lesz náluk. Tehát a germán gyógytudomány ismeretében azért a történeteket rögtön át tudjuk értékelni, és helyén tudjuk kezelni. Azért jó lenne a rémület félelmeinket tényleg minden nap megoldani, mert hát ha sinnen maradnak, akkor biza ennek következménye lesz. És ezek a nyaki bemenetek, hogy egészen köznyelven fogalmazzak, ezek életmentő dolgok, mert hogyha elzáródik a levegő útja, bizony akkor a gége alatt meg kell csinálni a gége meccést, hogy levegőhöz jusson az illető. És ha a gége folyamat rendbe jön, akkor ez a nyílás természetesen feleslegessé tehető. Most a gégének, mint mondtam, van izma és van nyálkahártyája. Itt látjuk a rémület-félelem konfliktusnak bal oldalt fent a birtokzónák területén a két reléjét, a felső az izom, az alatta levő pedig a nyálkahártya relé. Ez a gége bemenetnek a két reléje. Vele szemben a birtokféltés konfliktusnak látjuk a két reléjét, ez viszont már a légcső hörgőcskéket borító nyálkahártya,
és sima izom relét jelentik. Vagyis ezen a szinten, itt fent, a levegő szabályozásával van elfoglalva az agykéreg. Ez a két, tehát a jobboldali férfias és a baloldali nőies virtuózónában található relé az, ami kérgi szinten a túlélés érdekében természetesen tudja ezt a levegő áramlást szabályozni. Na most abban az esetben, ha nincs feloldva a rémület félelem konfliktusom, de a másik oldalt nem vele szemben, hanem attól lejjebb van egy másik félelmem éppen, mondjam azt, hogy sinel vagy konfliktus aktív fázisban. Ez itt épp egy birtokvesztés konfliktus, de lehetne egy bosszankodás vagy egy területkijelölési konfliktus is. Teljesen mindegy. Ha ebből a háromból valamelyik jelen van, akkor ez visszahat a gégeizomzatra, és ennek az lesz a következménye, hogy a levegőnek a bemenete szűkült, szűk lesz, és ezért a stridoros lesz a légzése, tehát nehezen, hangosan szívja be a beteg vagy a gyermek ezt a levegőt, amikor ez a két dolog egyszerre létezik. Ugyanakkor, ha a gége nyálkahártyája is érintett, látjuk itt alatta, akkor a tünetek még komolyabban fognak jelentkezni. Ezt a helyzetet fogjuk Krupp-nak nevezni. Abban az esetben pedig, hogyha a rémület félelemmel a vele szemben levő relé lép akcióban, mondjam úgy, tehát ha egyszerre van birtok, féltés és rémületfélelem konfliktus, nos, akkor már asztmás krízisről beszélünk, de ezeket részleteztem a tüdőről szóló, valamint a birtok zónákról szóló webkonferencia anyagban is. Hogy miért akad el a gyógyulásunk, ugye? Azért, mert a betegnek a passzíva hozzáállása. Kapok levelet aggódó felnőtt gyermektől, hogy beteg az édesapja, és a beteg édesapa annyira nem hajlandó, hogy az ötbiológiai természettörvényt megnézze. Mit lehet akkor vele kezdeni? Egyetlen óra alatt. Tessenek azért belegondolni, hogy az az ember, aki nem hajlandó, még csak érdeklődni se, hogy van-e másfajta megoldás, mint amit felajánlanak neki, azzal nem tudok mit kezdeni. Ha nem ismeri az ötbiológiai természet törvényt, akkor nem fogja megérteni, hogy mindaz, ami a szervezetében van, annak célja van, és az pedig a túlélés és a faj fenntartása. Aztán lehet, hogy ismeri már az öt törvényt, de ő nem tudja ezt elfogadni, mert szkeptikus. Hát ezekkel abszolút de nincsen mit kezdenem, mert a szkeptikus az, aki azt hiszi, hogy minden csak úgy lehetséges, ahogyan ő azt elképzeli. Nem hajlandó új dolgokat megismerni. Ha nincsenek érzelmileg feloldva a konfliktusok, kérem szépen, akkor ismételten sínbe botlunk, és függő gyógyulás vagy policiklikus lefolyás alakul ki. Kérem szépen, ez lesz az, ami garantálja mindenkinek a megfelelő szenvedést. Mert a függő gyógyulás az, ami tönkreteszi a biológiai rendszerünket. Nem úgy vagyunk kitalálva biológiailag, hogy benne csücsüljünk egy feloldatlan érzelmi konfliktusba. Úgy vagyunk kitalálva, hogy a pillanatban éljünk, hogy tudjunk örülni a pillanatnak, hogy jelen legyünk, és akkor, és természetesen akkor minden rendeződik. Akkor nem fognak a programok ilyen elhúzódó gyógyulási szakaszt produkálni. A megoldási szakasz tüneteit konfliktusként éli meg a beteg. Nos, az a helyzet, hogy erre utaltam például a falat konfliktusnál. Fáj a torkom, és már nem tudok enni. De ha ismerem, hogy miről szól ez az egész történet, akkor talán megelőlegezhetném a bizalmat a biológiai testemnek, pontosan azért,
mert évmilliók óta így működik, és minden, ami bennünk van, az a gyógyulásunkat szolgálja, és nem pedig a frekvenciaváltásunkat. Most azok a vegyszeres beavatkozások, amelyek megtörténnek, mondjam azt, hogy hivatalosan és tudományosan idézőjelben, ezek természetesen elakasztják a gyógyulási szakaszt. Az esztelen diéták, a helytelen életvitel szintén nem fogja támogatni a gyógyulásunkat. És hát, hogyha tudatlanságból újabb meg újabb programokat indítunk el, akkor teljesen lemerítjük a szervezetünket. És nagyon, de nagyon fontos a diagnózis sok. Az a sok, amit az ember megért a rendelőben. Az, hogy ott a szemrebben és nélkül a képébe vágták, hogy magának rákja van, a napjai meg vannak számlálva, maximum még 3 hónapja van hátra. Ezek nagyon súlyos kijelentések, és csupán arra jók, hogy a beteg elveszítse a reményt, még több félelmet elindítson, és még több álkezelést lehessen ráerőltetni. Most a betegséggel járó megváltozott helyzetet ugye konfliktusként éli meg mindenki, akinek mozgásszervi panaszai vannak. Ne feledjük el, hogy egy bénult embernek, amikor elmúlik a spasztikus bénulása, a görcsös izom tartása, és teljesen laza lesz a végtagja, de még mindig béna, akkor nem tud örülni annak, hogy ő gyógyulási szakaszban van, pedig abban van, és hogyha megengedné a szervezetének, akkor tényleg meg is gyógyulna. És az utolsó, ami nagyon-nagyon fontos, a család negatív hozzáállása. Annak a betegnek nagyon nehéz germán gyógytudomány szerint gyógyulni, akit egy szkeptikus környezet vesz körbe, aki nem támogatja, hanem gátolja a gyógyulásában. És pontosan ezért szeretjük, ha a beteget valamelyik hozzátartozó elkíséri egy ilyen 3 napos képzésre, pontosan azért, hogy tudjon neki lelki támasza lenni abban, hogy végbe tudja vinni mindazt, ami előtt áll. Hát nagyon szépen köszönöm, Karesz, ezt a fantasztikus előadást, és én azt gondolom, hogy egy nagyon komplex csoportot, testrészt, zónát vettél most górcső alá. Azt hiszem, hogy nagyon sokan magunkra ismertünk, bizonyos helyzetekben megértjük, hogy mitől rekedünk be, mitől gyulladva a torkunk, melyek azok a dolgok, amiket elkerülhetnénk, és hogyan kellene a falatokhoz viszonyulnunk úgy, hogy ez számunkra ne betegítő, hanem egészségmegőrző legyen.